A karácsony nekem mindig egy az évvégi nagy összegzések idején egy kicsi nyugalmat jelentett. Mi azt jelentette, hogy a családommal együtt tudtam lenni, hogy együtt tudok lenni a családommal, beszélgetni a barátaimmal, egy csöpp nyugalom, elgondolkodni azok, ami történt, és azon, ami történni fog. Számomra a karácsony azt jelenti, hogy Istennek vannak ígéretei, és nem csak ígéretei vannak, hanem ezek az ígéretek beteljesednek. Ezt látjuk karácsonykor, született egy gyermek, az Úr Jézus Krisztus, aki nem maradt gyermek, hanem felnőtt, aztán meghalt és feltámadt, közben része lett az emberi életnek, a mi életünknek, és azért támad fel, hogy mi is részesei legyünk az ő isteni létének. Aztán mennybe ment, és van egy olyan része is Isten ígéretének, amelyikről kevesebbet beszélünk, ez pedig az, hogy ez a Jézus Krisztus újra visszajön. Újra visszajön, hogy ott maga mellett helyet készítsen nekünk, oda vegyen magához bennünket, és így minden ígéretét beteljesítsen. Hívő emberként számomra a karácsony azért elsősorban a Krisztus eljövetele, illetve az advent erre való várakozást szokta jelenteni. Tehát ez adja meg a úgymond ideológiai alapjait a karácsonyra való készülésnek, de nyilván emellett van egy emberi, egy világi tartalma is a karácsony gondolatának. Egyrészt a családdal való együttlétre való készülés. Én számomra, mivel egy kétkezi alkotó ember vagyok, a karácsonyi kis meglepetések elkészítésének az időszaka, illetve az átadására való várakozás, hogy elképzelem, hogy milyen lesz. Thank you.